üdvözlök minden kedves nézőt! Ez a videó elsősorban Matthias Hughesról, illetve Sasha Mitchellről fog szólni, de mivel ők ketten a Kickboxer 2-ben találkoztak valószínűleg először, ezért igazából elmondanám a véleményemet úgy alapjáraton a Kickboxer folytatásokról. Szerintem ez tipikusan az a fajta filmes széria, ami ami általában a legtöbb Jean-Claude filmmel történik, vagy a legtöbb olyan jellegű harcművészeti filmmel, inkább így mondom, aminek több folytatása van, hogy megcsinálnak egy nagyon jó alapfilmet, aztán valahogy megpróbálják folytatni, és a folytatás az még sok rajongót kap, tehát rengetegen szeretik még a folytatást, aztán egyre és egyre csökken a minősége. Én úgy gondolom, hogy a kickboxer második része egy egy, egy, egy jó film, tehát e, szerintem itt azért jócskán odafigyeltek, hogy ne legyen összecsapott, hogy próbáljanak nyilván B kategórián belül és a, az adott költségeken belül egy minőségi filmet összehozni. Én szerintem ez látszik a filmen, szerintem nem kifejezetten Z kategóriás filmről van szó, ráadásul ezt még moziban is bemutatták abban az időben nyilvánvalóan nagy sikerre számoltak, hiszen a kickboxer első része az kifejezetten nagyon jól nézett film volt, mind a moziban, a videótékákban pedig egyenesen kultuszfilm lett. Szóval mindenféleképpen egy olyan, szé egy olyan film volt a kickboxer, amit folytatni szerettek volna. Általában a harcművészeti filmeknél ez a jellemző, hogyha valami bejön, akkor azt muszáj folytatni. Úgyhogy megpróbálták Jean-Claude-ot berángatni a második részbe, nem sikerült ebben az időben, ugye neki már kifejezetten nagy neve volt az akciófilmekben, és egy az egyben utasította ezt a lehetőséget, úgyhogy erőteljesen gondolkoztak azon, hogy mit kezdjenek a szériával, és igazából így jött képbe Sasha Mitchell, aki aki egy olyan koncepció volt szerintem a filmeseknek, ez szerintem az én meglátásom, hogy ugye már az első részben is, ugye Denis Alexio egy, egy, nagyon erőteljes és nagyon, nagyon erős kisugárzású férfi volt, aki, aki, ilyen nagyon kemény csávó meg minden, és a jean pedig egy kicsit visszafogottabb, hiszen ő volt a kisöcs a film szerint. Ez egy nagyon okos kis húzás volt, hiszen úgy akarták felépíteni maga a kickboxer filmet, hogy jean Claude-nak a, a változását végig nyomon követjük, és Hogyha megnézzük, egy, egy jól fésült, kis, visszafogottan, jól öltözött fickó, aki igazából bátyjával elmegy bankokba, és ott történik, ami történik, majd végül a bosszuszomja miatt egy egy elég komoly harcos lesz a film végére, és, és, és hát ez rengeteg apró kis trükkel próbálták éreztetni az emberrel, ugye. Svalljuk be őszintén, hogy, hogy abban az időben nem feltétlenül sokan ismerték még Jean-Claude-ot. Nyilván megvolt az a szféra, ki a véres játékot már akkor imádta, de azért a véres játék, ahhoz, hogy kultuszfilm és nagy siker legyen, azért közrejátszott közre a kickboxer film is, hiszen a kickboxer után még többen kezdték el a véres játékot kikölcsönözni, megnézni, sőt jó pár országban a mozibaj, mozi, is kitűzték újra a kickboxer után a véres sportot, úgyhogy, úgyhogy, igazából a véres sport nagyságához a kickboxer is hozzájárult. Ezt csak azért mondom, mert nagyon sokan, nagyon, sok, nagyon ke elég keményen építkeztek azokra a nézőkre, akik először találkoznak jean claude a jól fésült, visszafogott fickónak az átalakulását harcossá, követik nyomon a nézők. Én szerintem ez egy egyébként egy nagyon jó kis koncepció, még akkor is, hogyha lerágott csont, mert rengeteg filmben láttuk. Szerintem a kickboxerben nagyon jól működik, és alapjáraton a kickboxer nagyon-nagyon nagy kultuszfilm lett, hiszen olyan dolgok vannak benne, amit azelőtt tényleg nem nagyon látott senki. Fantasztikus alkotásról van szó, a bugyutás, bugyutaságai ellenére is. És Ugye erre rámentek a Kickboxer 2-be, hogy ugye Jean-Claude egy kis öcs volt, aki egy nagyon komoly harcos lett, akkor most szerezzenek egy még kis öcskösebb fickót, ugye Sasha Mitchell, tehát a legutolsó dolog, amit, hogyha ránézünk a srácra, akkor azt fogjuk gondolni, hogy ő egy komoly harcos, erre egyébként még ugye belerakták a film elején azt a kis srácot, aki erre fel is hívja a figyelmünket, hogy még inkább azt gondoljuk, hogy ő, ő egy ilyen fickó, hogy ugye ott az utcán beleköt, hogy nem is néz ki kickbox bajnoknak, meg stb. stb., és tényleg igazából ez volt a koncepció, hogy Sasha egy olyan harcos jellegű fickót akartak, aki inkább jó képű, inkább a csajok kedvence, és hatalmas meglepetés, egy nagyon jó bunyós majd a filmbe, és én szerintem ez sikerült is, egyébként le a kalappal előtte, mert tudom, hogy rengeteg helyen azt lehet olvasni, hogy neki van kickbox múltja, meg bajnokságokat nyert, meg stb. Ezek, ezek fasságok nem, nem nagyon volt. Max nagyon uh, ilyen amatőr szinten, ilyen hobbi szinten uh, lehet, hogy volt harcművészetekhez köze Mitchellnek, de őt inkább a Benny úr való közös edzés a film kedvéért készítette fel annyira, hogy ebben a filmben egyébként kifejezetten hitelesen, mert szerintem nagyon jók a bunyós jelenetek benne, még mai szemmel is, abszolút idézik bennem a 80-as évekig rendes kickbox meccsek hangulatát, szerintem a filmek szerintem fantasztikusan van megcsinálva, és, és tényleg nagyon jó munkát végeztek Sasha Mitchell-el, Benny Urkidez, aki, aki, nyilván az egyik legnagyobb szakember ebben a témában, de egyébként Jean Löbell is ott volt, tehát még Löbell is, ahogy az Amerikának a, és az usa az egyik legnépszerűbb, abban az időben legnépszerűbb birkozója volt, számtalan filmhez volt közel a csávónak, ő is segítette a filmeseket ebben a filmben, és hát, és hát alapjáraton az, hogy Keri itt Tagavát is belerakták, ugye a, ebben az időben egy nagyon-nagyon népszerű B-kategóriás filmes rossz fiú, ugye aki látta a leszámolás kis Tókióban című filmet, akkor soha nem felejti el a Yakuza gonosztevőt a filmből, szerintem egy fantasztikus karakter, akkor feltűnik a filmben Vincent Klein, aki ugye a, a Kiborg című filmben játszotta a ellen ellenfelét, illetve Vince Morokko vagy Mordokko, most nem is tudom pontosan, hogy mi volt a neve, de ő egy nagyon népszerű kickboxer volt, ugye ő volt a kis srác, a kiszás, Sasha a tanítványa a filmben, és, és igazából tényleg csak jókat tudok elmondani a filmről, nyilván az első rész minőségét azt nem nagyon tudja felülmúlni, sőt még megközelíteni se, hiszen az első rész az egy nagyon komoly kultuszfilm, viszont az első részben vannak összecsapott dolgok, még akkor is, hogyha ezt nem akarjuk észrevenni. A második részen látszik, hogy kicsit jobban odafigyeltek ezekre a dolgokra, még akkor is, hogyha végül is egy B kategóriás film lett a vége. Én szerintem kifejezetten egy minőségi második részt kapunk, hiányzik Jean-Claude, de Tongpót visszakapjuk, én szerintem sőt, hát később ez bizonyítva is lett, hogy a, az ő karaktere is hozzájárult a film népszerűségéhez. Moziban nyilván nem aratott olyan hatalmas nagy sikereket, viszont VHS-en elképesztően sikeres volt a film, igazi kultuszfilm lett, és éppen ezért egyenes volt az út, hogy jöjjön a harmadik rész is, ugyanúgy Sasha Mitchell főszereplésével, és Mitchellnek egy kicsit a fejébe szállt a dicsőség, elméletileg Nehéz volt együtt dolgozni vele a harmadik részben, és, és elméletileg az edzője is folyamatosan dirigálta a dolgokat. Albert Pajun rendezte a második részt aki ugye rengeteg filmet rendezett még, amiket mi szeretünk, elsősorban B-kategóriás filmeket, és ilyen posztapokaliptikus, meg cyberpunk filmeket csinált, például ő rendezte egyébként a Cyborgot, vagy Kiborkot, kinek hogy tetszik a cím, Jean-Claude, és, és pont ezért ő neki volt tapasztalata az ilyen filmekben, sőt volt egy Véres Harcosok cím, nem Véres Harcosok, hú, mi volt a címe? mindegy, beszúrom ide, a Benny Urkidezék szerepeltek, tehát Benny Urkidez főszerepet kapott abban a filmben, hát úgy immelámmal főszerepet inkább úgy mondom, egy igazi kickbox klasszikus a film, még akkor is, hogyha véleményem szerint, most bevallom őszintén, hogy és megkövetem magam, de gyenge film sajnos, nem az az Albert Pajon életének legfőbb filmje, de azért a nevek, a nagy nevek miatt érdemes megnézni azt a filmet, de annyi a lényeg, hogy hogy Albert Pajon rendezte a második részt, a harmadik részre már nem nagyon volt ideje, ugyanis akkor kezdte el forgatni a Nemezis című filmét Oliver Grunerrel, amit egyébként a mai napig, hát ugye sajnos már elhunyt, de haláláig a fő filmjének tartott, úgyhogy, úgyhogy ő nem tudta elvállalni a Kickboxer 3-at, viszont Sasha Mitchell jött, Donkpó karakterét már nem rakták a filmbe, és kapott egy új rendezőt a film, és sokkal gyengébbet teljesített már a, a, mozikban, abszolút nem volt nézettség, ezért levették, moziban még játszották a harmadik részt is egy darabig, levették a moziműsorról, és a, a videokazettás a videokazettás világban próbált helyt állni, de a film sajnos nem volt olyan sikeres, mint a második rész, sőt, kifejezetten gyengén teljesített de viszont a kickboxer széria alapvetően itt nem hallhatott ki, úgyhogy úgy döntöttek, hogy megcsinálják a negyedik részt, amiben visszahozták Tongpó karakterét, mert úgy gondolták, hogy a harmadik rész a Tongpó karaktere, hogy a Tongpo karakterét nem rakták a harmadik részbe, amiatt volt akkora bukás. Na most itt az volt a helyzet, hogy Michel Quissi Eléggé dirigálós lett a, a negyedik részre, ugyanis nyilván tudta azt, hogy az ő karaktere fogja megmenteni ezt a sorozatot, ezért nagyon nehezen kezelhető volt, és nagyon sok minden szeretett volna megváltoztatni az egész filmbe, úgyhogy úgy döntöttek, hogy nem dolgoznak vele. Cserébe Kamel Krifát kérték fel Tonkpó szerepére, ami nagyon vicces számomra, hiszen ugye Kviszi alapvetően egy Belgiumból, Jean-Claude-dal, a usa költözött figura volt, aki jean claude nak nagyon jó barátja volt, és, és Kamel Krifa igazából egy, egy második Michel Quissi, szintén Belgiumból költözött fel, szintén közel-keleti származása, és szintén Jean-Claude gyerekkori barátja. Szóval kicsit érdekes volt az, az egész. Egyébként Kamel, Kamelt soha nem említi Jean-Claude, de attól függetlenül tényleg, tehát ez már bizonyítást nyert, hogy tényleg így volt. Úgyhogy úgy döntöttek, hogy nem számít az, hogy mekkora különbségek vannak, ő lesz az új tongpó, mert ő olyan, mint Michel Quissi hát gyerekek, én nem tudom, hogy ez milyen hülyeség volt, tényleg nem, nem értem, hogy erre most vér volt szükség, mert én azt mondom, hogy akár az utcáról is összeszedhettek volna egy újabb tonkpót, és ezzel nem Kamel Krifát szeretném minősíteni, hiszen egy nagyon kidolgozott testalkató és nagyon profi harcművészről van szó, csak tongpó karakterében nagyon nem illik. Kezdjük azzal, hogy tongpó egy 180 centi feletti figura, mármint Michel Quissi, bocsánat, egy 180 centi feletti figura. Most alapjáraton Sasha Mitchell amúgy is egy magas srác, tehát ő 183-184 centi biztos, hogy van. Na most Kamel Krifa alacsony. Nem tudom pontosan, hogy mennyire alacsony, de nagyon alacsony. És Tongpo karaktere itt összement, ezt úgy próbálták egyensúlyozni, hogy folyamatosan ülő pozícióban mutatják, tehát rengeteget ül a filmbe, ami szintén nagyon bizarr és fura. Viszont van egy nagyon bizarr harci jelte Sasha Mitchell-nél, ahol egyértelműen látszik, hogy jóval kisebb, mint Sasha. Hát én nem tudom, ezt nagyon így nem így kellett volna megoldani. Ennek ellenére egyébként maga a film is folyamatosan gyengült, tehát igazából a harmadik rész már nem tudta hozni a második rész minőségét, a negyedik rész szint úgy nem. Talán azt mondanám, hogy a harmadik és negyedik rész még úgy, ahogy egy színvonalon van, bár talán nem, bocsánat, inkább a negyedik rész azért gyengébb. Aztán ezek után jött egy ötödik rész Mark Takaszkosszal, ahol egy vérfrissítést próbáltak adni ennek az egésznek, és már elengedték ezt a család dolgot, hogy ugye a Sloan testvéreknek a, a első részben nem említett kisöccse, David Sloan, a, a Sasha Mitchell karaktere, ami szintén kicsit fura, hogy szó nem esik az első részben, de nyilván csak így tudták megoldani itt már egy új karaktert hoztak be főhősnek, de azért megemlítik a Sloan testvéreket is a Kickboxer 5 Ez a film nagyon zsé kategória, egyedül már Dacascosnak a teljesítménye az, ami megmenti ezt a filmet, és igazából az ő harci képességei azok, amik tényleg, amiket, amit jóformán jóként tudnék nevezni ebben a filmben és ő miatt talán azt is mondom, hogy érdemes is megnézni, hogyha még nem láttad a Kickboxer 5 -öt. Ezek után jöttek ugye az újabb szériák, de azokról most nem nagyon szeretnék beszélni, egyébként nekem tetszik mind a kettő, ugye Tompo karakterét Dave Bautista kapja meg, és rengeteg nagy név jön a, a filmbe, itt ugye még Tyson is megjelenik a, a második részbe ugye Jean-Claude már a, a, a mester szerepét, meg, meg minden tényleg erről majd máskor beszélek. Visszatérve Sasha Mitchellre, ugye nagyon érdekes, hogy ő alapvetően egy, egy alsógatya modell volt, amikor megkapta a Dallasban Bobby Ewingnak, Patrick Duffy a az unokaöcsének a szerepét, és igazából a, hát ő, ő igazából a kickboxer idején, a Dallas, a Dallas volt ismert. Aztán megkapta ugye a Kickboxer 2-nek a főszerepét, mint mondtam, valószínűleg ez a ez a nem látjuk igazi küzdősportolónak, ez volt a célja ennek az egésznek. Végül is népszerű lett, és le a kalappal a teljesítmény előtt, és főleg muszáj megemlítenem a színészi képességeit, Michelnek. Tudom, hogy senkinek nem tűnt ez fel, de hogyha jobban megnézitek a Kickboxer 2-ben, ő Jean-Claude-nak a mimikáját és a gesztusait próbálja utánozni, és fantasztikusan csinálja, ugyanis nem szembetűnő, és, és egész egyszerűen azt hiszük, hogy ilyen maga Mitchell amúgy nem. Tehát ő neki nincsenek ilyen fejmozgásai, meg ilyen grimaszai meg ilyen mozdulatai. Jean-Claude-ot utánozza egyébként, hogyha jobban megnéztek, hogy így eladható legyen testvérnek. Szerintem ezt fantasztikusan csinálja, és nagyon nehéz észrevenni, én észrevettem egyből egyébként, tényleg fantasztikus. mint mondtam, a harci képességei, a harcművészeti jelenteket abszolút jól megoldotta. És nagyon sokan kérdezik azt, hogy hogy lehet az, hogy egy ilyen szériában, mint a kickboxerek, ő játszik, és valamilyen oknál fogva mégse lett népszerű a, ebben a kategóriában, ugye a B, meg Z kategóriás kickbox, meg karate, meg különféle harcművészeti filmes műfajban. Ennek az az oka, hogy ugyanúgy a kickboxer 3-t és 4-et még elvállalta, de elvállalt egy tévésorozatot, az Egyről a Kettőre című szituációs komédiában, szintén Patrick duffy az unokaöcsét játsza, Cody Lambertet, és, és igazából a kettőt nem tudta jól összehozni, majd amikor vége lett a sorozatnak, még egy-két filmben úgy feltűnt, de inkább hétköznapi munkákat vállalt. Muszáj megemlítenem, hogy Cody Lambertként az Egyről a Kettőre című tévésorozatban jó ő volt az, Egyetlen jó dolog abban a sorozatban, tényleg én szerintem egy nagyon idétlen és unalmas sorozatról van szó, de az ő karaktere mindent vitt, és ott is elképesztően jó színészi teljesítményt nyújt. Tehát szó szerint elhiszük róla, hogy egy kicsit lökött, kicsit, hogy mondjam, nektek visszamaradott, lökött fickót játszik benne, és nagyon jól alakítja azt is. Szóval én szerintem ő egyébként egy, egy fel nem ismert tehetség, színészi tehetség. Mint mondtam, hétköznapi munkákat vállalt, akár akár nem, de még heggesztőként, meg bolti eladóként is dolgozott, testépítő fizikumot szedett fel magára idősebb korára, tehát nagyon komoly kigyúrt fizikummal rendelkezik, és tényleg mindenféle munkákban helyt állt, barátainál dolgozott, Nyilván ezek mellett még volt egy kis keresete azokból is, hogy interjúkra hívták, TV műsorokba egyszer-kétszer úgy meghívták, meg én mindenféle ilyen a fesztiválokra, ilyen B-kategóriás, akár komikkonra, a B-kategóriás akciófilmeknek is vannak fesztiváljai, bármennyire is nem tudunk itt róla. Szóval ezekből is volt egy kis keresete, meg hétköznapi munkákat vállalt, szóval én szerintem ez egy nagyon becsülendő dolog, bár kicsit érdekes számomra az, hogy láttad a kickboxer filmeket, aztán elmész valahova Amerikába, és bemész egy étterembe, mondjuk étterembe is dolgozott, és aki kiszolgál, aztán semmi csel, szerintem egy elég fura dolog lehetne, de szerintem kurva jó dolog. Muszáj még beszéljek Matthias Hughes-ról, akiről egyébként már nagyon sokan kérdeztetek, és hát már nagyon régóta terveztem videót csinálni róla ugye a kickboxer kettőben feltűnik, mint az egyik első ringes ellenfele Sasha Mitchellnek, és hát ő jó a Z kategória, meg a B kategória, a harcművészeti filmes műfaj, meg a küzdősport filmes műfajnak az egyik legnépszerűbb bóló mellett, azt is kimerem jelenteni talán, hogy a legnépszerűbb rossz fiúja, Ö le kellett volna írnom itt, hogy milyen filmekben játszott, úgyhogy most az emlékezetemre fogok hagyatkozni. Annyi a lényeg, hogy Matthias egy német származású fiatalember volt, aki olvasott Arnoldról és Dolph Lundgrenről, és olvasta az ő karrierjüket, hogy ők csak úgy elmentek Amerikába és befutottak, és ő is, mivel egy, egy nagyon jó fizikummal rendelkező nagy darab szőke, fickó volt, úgy gondolta, hogy ez neki is sikerülhet, úgyhogy e, igazából neki egy, egy fitness stúdiója volt, amit bezárt, és elment Amerikába szerencsét próbálni. Egyébként érdekes, hogy Jean-Claude-nak is hasonló karrierje volt, és e, Amerikában egyébként aerobik oktatóként helyezkedett el az elején, ahol rengeteg hölgyet ismert meg, és hát így, hírbe hozták, meg igazából maga is bevallja, hogy e, Hát pénzt is keresett abból, hogy gazdagabb hölgyeményekkel csinált jó dolgokat, akár táncolt is gazdagabb hölgyeményeknek, leánybúcsukon, meg hasonló dolgokat, meg szerintem tudjátok, hogy mire gondolok, egyéb dolgokat csinált különféle vállalkozóknak a testőreként is feltűnt, mindenféle kétes megbeszélésekre vitték magukkal, mindenféle vállalkozók, hogy egy ijesztő emberként közreműködjön, szóval saját állítása szerint nem bántott soha senkit, de de úgy maga a fizikuma, meg a termete az megijesztette általában az embereket, ezért erre például jó volt, és ebből is elég, elég tudott pénzt keresni, de nagyon gyakran volt az, hogy a hölgyeknél, illetve különféle egyéb helyeken aludt, mert nem volt tettő a feje fölött, szóval itt-ott, ahogy tudott, pénzt keresett, aztán jött a szerencséje, kiderült, hogy egy konditeremben érdeklődtek nagy darab európai vagy külföldi, tehát nem amerikai származású emberek után, és jelentkezett erre a dologra Mátyiász, amikor meglátták, egyből azt mondták, hogy jó, te leszel a mi emberünk, és így kapta meg igazából a Karatetigris 2-nek a rossz fiú szerepét. Amit tudni kell, hogy a Karatetigris 2-t azt egyébként Jean-Claude-ra és Kurt McKinney-re írták, viszont mivel egyikőjük se vállalta a, a szerepet, pláne, hogy Jean-Claude már akkoriban javában a véres sporton dolgozott, ami ugye főszerep volt, és nem akart rossz fiú szerepben feltűnni, ezért, ezért Loren Avedon cserélt kört megkínivel jó formán egy nagyon jó csere volt. Tehát Loren Avedon egy fantasztikus harcművész szerintem, és a gonosz orosz harcművész szerepére, meg Matthias Hughes-t találták, Ugye itt megváltoztatták a neveket, hiszen olyan szinten különbözik jean hogy az elképesztő. jean egy 175 centi magas barna hajú fickó, míg ugye Mátyász egy két méter magas szőke hosszú hajú fickó, ezért Más lett a karakterek neve, de a filmet úgy nézzétek, hogy ezt egyébként Jean-Claude-dal is költ meg kínivel tervezték leforgatni. Fantasztikus film lett, köcsög módon bántak egyébként matthias nagyon sok embernek nem volt szimpatikus valamiért, pedig az a csáva egyébként elképesztően jó fej. Tehát onnantól kezdve mindenki csak elismerően beszél róla, meg, a, meg úgy alapjáraton a szív egy nagyon jó szívű, nagyon... Kedves fickó, aki amúgy mindenféle komikonokra, meg meg hasonló rendezvényekre úgy szokott elmenni, hogy nem szeretne pénzt kérni a, a rajongóktól, az aláírásokért, meg hasonlókért. Tehát ő, ő tényleg egy tiszta szívű, nagyon-nagyon jó, nagyon jó fejember. De hát nyilván a külseje miatt általában rossz fiú szerepeket kapott és vagyok bőszintén mi imádjuk. Tehát én speciál tényleg szó szerint a rajongója vagyok, és nagyon imádta mindenki szerintem őt a 90-es években. Az acél, nem az acél öklök, abban is szerepelt egyébként, az harcos című filmben is játszott, 89 környékén, egy fantasztikus film, és híres volt arról, hogy valójában ütötték, vágták egymást a forgatáson, tehát érdemes megnézni már csak a bunyók miatt, mert, mert így történt. Talán a legnagyobb szerepe később a Sötét Angyal című filmben volt, ahol ugye Dolph lundgren szerepelhetett, hát nagyon nehéz volt megtalálni olyan embert, aki még Dolphnál is nagyobb, de olyat szerettek volna, itt ugye egy űrlényt alakít, aki békével jött és megöl mindenkit. Szerintem egy B-kategóriás örök klasszikus a film, nagyon ajánlom mindenkinek, aki még nem látta, de természetesen olyan szemmel nézzétek, hogy ez egy B-kategóriás akciófilm. Aztán mit tudok még elmondani róla? Még azt muszáj megemlítenem, hogy ő neki amúgy nincs harcművész múltja, hanem elég komoly szinten kiképezték a Karate Tigris 2 forgatása előtt, és igazából ő egy nagyon hajlékony, nagyon rugalmas fickó volt a hatalmas termete ellenére, hiszen alapjáraton aerobikban utazott, és pont emiatt elég könnyen elsajátította egyébként a harci jeleneteket, és ezért igazából totál elhisszük neki, hogy ő egy kétméteres, 120 kg-os kickbox bajnok. Nagyon szeretem még tőle a Sötét Angyal után a Fekete Őf című filmet, ugye Don Wilson főszereplésével, szintén egy fantasztikus film, többször is játszhatott volna Don Wilsonnal, de hát mindegy. Annyi a lényeg, hogy, hogy, szerintem ez egy kurva jó kis film, aztán volt még az előbb említett tévedésből említett a Célőklök című film, nagyon zsé kategória, de nekem gyerekkori emlék, tehát lehet, hogy te úgy fogod ezt megnézni, ezt a filmt, hogy azt mondod, hogy egy rakás szar, én nagyon szeretem, nekem tényleg ez egy gyerekkori emlék, és majdnem elfelejtettem a TC2000 című alkotást, ugye ö, itt ö, Billy blanks és Bólóval játszik, szerintem egy igazi B-kategóriás, szuperklasszikus VHS skifi akciófilmről van szó, nagyon-nagyon sokan szeretitek, és úgy alapjáraton én nagyon szeretem a 90-es évek b -kategó, Z kategóriás kategóriás skifi akciófilmjeit. Még ott van a Digital Man, szintén Matthias főszereplésével, ami szintén ilyen skifi jellegű film, amiben egyébként majdnem nagyon súlyosan megsérült vagy meghalt, ugyanis nem tudták kiszámolni egy robbantásnál, a távolságot, és nagyon komolyan megsérülhetett volna Matthias, hogyha hogyha nincs rajta a védő ami amúgy a jelmeze volt a filmben, és egyébként abban a filmben rengeteg ilyen pirotechnikai dolog van, rengeteg robbanást és tüzet láthatunk, ami, ami nagyon látványossá teszi ahhoz képest, hogy egy VHS-re készült filmről van szó, azt is ajánlom mindenkinek, aki szereti a VHS akciófilmeket. Ott volt még a szemtanú halála, szintén szerintem egy klassz film Lorenzo Lámász főszereplésével. Hú, uh, mi volt még? Azt hiszem Billy blanks volt egy másik filmje is. És basszus, tényleg fel kellett volna írjam a filmjeit, mert most a videó kikapcsolása után biztos, hogy a fejemet fogom ütögetni, hogy elfelejtettem ezt a tamaszt, úgyhogy ezért ne haragudjatok. De tényleg nagyon-nagyon szeretjük Matthias Just, egy igazi, egy igazi kultusz státuszban levő fickó. Ugye a legutóbbi filmje a Last Kümite című film, amiben szintén egy rossz fiút játszik, Michel Quissi oldalán. Már elvesztette sajnos azt a rossz fiús külsejét, egy jámbor jó indulatú embernek tűnik, aki nagyon furán röhög végig a filmben. Hát mindegy, attól függetlenül a kultusza az nekünk megmaradt úgy képzeljétek -e, hogy van egy olyan sztori vele kapcsolatban, hogy mivel ő jean köszönheti jóformán a karrierjét, hiszen a jean visszamondta a Karate Tigris 2-t, és emiatt kapta meg ő a szerepet. Egy rendezvényen oda akart menni jean hoz, hogy, hogy kezet fogjon vele, és megköszönje neki ezt. De Jean-Claude elméletileg elfordult tőle, és szó nélkül ott hagyta. Ez egy kicsit ilyen Fura dolog, tehát nyilván nem mindenkinek lehet mindig jó napja. Mátyiást ez egy kicsit mélyen érintette, mert tényleg ő mindig tisztelte Jean-Claude-ot. De viszont annyi a lényeg, hogy őt viszont mindenki szereti, mindenki tiszteli, egy fantasztikus fickó, mindenki elismerően nyilatkozik róla, mindenki nagyon szeretett vele dolgozni, talán emiatt is volt olyan sok film szerepe a 90-es években. Van egy saját majma, nagyon nagy állatbarát, nagyon szereti a rajongóit. És igazából ennyi, amit el tudok róla mondani. Szerintem a kickboxer filmek, igazából a VHS filmek, azok kultusz státuszban vannak mai napig. Az első rész az pedig igazából mindenkinek az egyik nagy kedvence, aki szereti a bunyós filmeket. Matthias hughes imádjuk, Sasha mitchell nagyon kedvelem, és nagyon, na, ő is egy tiszteletre figura. Szóval ennyi lett volna ez a videó, köszönöm, hogy megnézted, tarts velem továbbra is, hogyha még szeretnél hasonló tartalmakat vagy véleményeket hallani tőlem. Köszönöm szépen, és szép napot mindenkinek, császtok!